Beszélni kívántál velem. Valóban így van. Talán leszel olyan kedves és segítesz nekem. Mondd csak, gondolkodtál már azon, hogy az éjjeli őrség tagjai miért nem alapítanak családot? Nem. Hogy ne szeressenek. A szeretet megöli a kötelesség tudatot. Ha eljön a nap, amikor nemes atyádnak döntenie kell, hogy ki tart-e a becsülete mellett, vagy a szeretteit választja, vajon mit tesz? Azt teszi majd, ami helyes. Bármi is az ára. Úgy Lord Stark olyan férfi, akinek 10 000 köz sem akadt párja. A legtöbbünk nem ilyen erős. Mi a becsület egy asszony szerelméhez képest? Mi a kötelesség ahhoz képest, hogy egy újszülött fiút tartasz a karodban? A fivéred mosolyához. Sam elmondta neked. Emberek vagyunk. Teljesítjük a kötelességünket, ha nincs ára. Akkor könnyű a becsület útját járni. Mégis előbb vagy utóbb, minden ember életében elérkezik a nap, amikor nem lesz olyan könnyű. A nap, amikor választani kell. Az én napom elérkezett. Ezt akarod mondani? Ez fájdalmas, fiam. Ó, igen. Én tudom. Ugyan, te hogy tudod? Senki se tudja! Ha fattyú vagyok is, ő akkor is az atyám, és robb a fivérem. Az istenek kegyetlenek voltak, amikor próbára tették az eskümet. Vártak, míg megöregedtem. Mit tehettem volna, amikor a hollók meghozták a hírt délről? Házam pusztulását, rokonságom vesztét. Gyámolatlan voltam, vak, erőtlen. De hallottam, hogy megölték a fivérem fiát, az ő szegény fiát, és unokáit, még a kisgyermekeket is. Ki vagy te? Atyám Mekár volt. Első ezen a néven. Az öcsém Egon uralkodott ő utána, amikor én visszautasítottam a trónt. Őt követte a fia, Aerys, akit őrült királyként emlegetnek. Aemon Targaryen vagy. A fellegvár mestere vagyok. Fogadalmam a Fekete Várhoz és az éjjeli őrséghez köt. Nem mondom neked, hogy maradj vagy menj. Magadnak kell meghoznod a döntést. És aszerint éled életed végéig. Ahogy nekem is.